Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban folytatjuk a végjáték maratonunkat. A videóban pár olyan érdekes teóriát hozok el, amiket a filmben nem igazán láthattunk, vagy nem teljesen. Az időutazás rebootolja az MCU-t. Bár maga az időutazás megtörtént, de teljesen más felfogásban, mint ahogy elképzeltük. Ugyanis a teóriák szerint itt lett volna hatással a jelenre a múltban való utazás. Tehát az úgymond klasszikus time travel verziót várta mindenki. Ezzel olyan dolgokat is behozhattak volna, mint az MCU teljes átírása. Így például Thanos megölését. Ezzel teljesen átírták volna az MCU-t, és így meg lett volna az Endgame, tehát a végjáték, hiszen véget ért egy korszak, de megnyílik egy új. Így hozzák be a mutánsokat. Ez a pont kapcsolódik az előzőhöz, ugyanis abból indul ki, hogy az MCU rebootolva lesz. Így akár a mutások behozatala is megtörténhetett volna. Ez a teória már azonban a film előtt megbukott, mert bár a premier előtt már a Fox a Disney-é volt, a film forgatása jóval előbb véget ért. Talán ezért volt az a Hugh Jackman-es Google-ös casting, ami amúgy nem volt valós, hogy benn van Hugh Jackman. De például volt egy olyan teória, hogy Hugh Jackman feltűnik az időutazás miatt, amikor a múltba mennek hőseink. A lélekkő lesz a megoldás. A lélekkő egy központi kő volt. Volt egy teória, ami szerint az elcsettintett embereket a lélekkőbe zárt a Thanos, és a filmben azt próbálták volna elvenni tőle. Ezt egyébként sokan a gamorás jelenetből következtették. Ugyanis őt a kő miatt áldozta fel Thanos, és sokan ezáltal azt hitték, hogy Gamora a kőbe szorult. Minden bosszú alól meghal. Talán a legérdekesebb és a legjobb teória az ez volt. Mindenki meghal, Thanos nyer. Úgy is mondhatnám ezt a pontot, mint az Ultron kora víziójának megelevenedése. Gyakorlatilag a teória szerint egy újabb sötét történet és a végjáték valósult volna meg. Nem sikerült volna bosszúállók bosszúállása. Egy végjátékot kaptunk volna. Egyébként volt is egy teória, hogy ezután minden MCU film előzmény lesz, mint például az Idegenben és a Fekete Özvegy, de hát nem teljesen lett így. Marvel kapitány, a megmentő. Az emberek egy elég fontos szerepet adtak a karakternek. Először a végtelen háború stábista utáni jelenete miatt, majd aztán azért, mert a saját filmje és a végjáték előzetesében egy eléggé központi karakternek volt beállítva. De ez nem így lett. Captain Marvel gyakorlatilag egy kisebb cameót kapott. A film első 20 és utolsó 20 percében szerepelt összesen 10 percet. Az elején elment, majd Supermanként visszajött. Nem volt nagy szám, és ez ma sem változott. Köszönjük szépen a figyelmet, ez lett volna 5 olyan teória, ami nem jött be. Csatlakozzatok a tagok közé, és iratkozzatok fel. Sziasztok!